Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim uh, vagyok. Srácok, jön a uh, Vóban Revők. Kicsit elhúztam az időt. Valójában azért, mert úgy néztem, és igaza, igaz, igaz is volt, hogy a Vóban Revők semmit nem igazán hozott újat uh, a, dolgokra, is. talán a Digital Extreme vagy nem akarja elengedni ezt a Warframe-et, vagy nem értik, hogy ez a Warframe ez ahhoz, hogy újra népszerű legyen, ahhoz az összes képességétől meg kellene szabadulni, és teljes mértékben átalakítani új, egyszerűen teljesen új képességeket kellene, euh, kellene kapjon. Akár mennyire erőlködnek, akár mennyire adtak a, 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 egy, a vóbannak némi damage Attól még ez a karakter, egy tömegszabályozó karakter maradt, és már az egyetlen mára, már az egyetlen a játékban, aminek a képességei még mindig tömegszabályozás köré uh, mennek, és, és még mindig szinte csak arról, hogy a hármas képessége megújult, és az a demidere -e neki, de az se nem rossz, nem rossz, nem rossz, hogy őszinte legyek, de ez nem adja meg azt a löketet a vóbannak, amit a legújabb karakterek, amiket behoztak, amivel, amilyen damage rendelkeznek. Szóval a vóban még mindig rosszabbul csinálja a dolgát, mint uh, például egy viszp. Ja, például el lehetne mondani. Szóval, hogyha arra kerül a sor, nem tudom, mit akartak vele érni, hogy kicsit szólósabb legyen, szólósabb a helytájon. A mostani vóban, amit átdolgoztak, és a régi vóban, amit átdolgoztak, ugyanolyan szólós volt, ugyan annyira lehetett vele szólózni. De a vóbannak az erőssége nem a szóló, hanem a csapatjáték. Az az erőssége, hogy jobban tud tömeget szabályozni, mint bármelyik másik tömegszabályozással rendelkező karakter a játékban. Az az erős ő ki tudja tolni a csapatokat a végletekig. A végletekig alatt azt értem, hogy én és klánom livestream alatt elmentünk 4000 pluszos enemikig a vóbannal, és ott volt és leszabályozta a tömeget, anélkül gondja nem volt senkinek, tehát én voltam a vóban, ja nem, akkor éppen equinox voltam, de a volt velünk egy vóban, és, és le, lefette az egész területet. És tudjátok, mi a röhelyes, hogy az öt éves vóban modolásom, az öt éves modolásom, azóta is ugyanolyan jó, ebbe a vóbanba, az előző vóbanba. Mint, mint amikor anno volt. Amióta kijött a Raid, én csináltam vóban egy modalást, és most is jó. Értitek? Szóval ennyire kilódhat akárhogy a digital extrém, de ha nem veszi el a tömegszabályozó képességét a vóbannak, akkor a vóban ugyanaz marad, aki nem lesz ugyanúgy népszerű karakter, mert kar más karakterek jobban és gyorsabban... Hát, Tömegszabályozás nem feltétlenül csinálnak jobban más karakterek, viszont gyorsabban ölnek. A vóban még mindig nem tud gyorsan ölni. A hármas képessége nem elegendő ahhoz, hogy elég gyorsan öljön, mert macera, animációja van, sok használni, blablabla. Bla, 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 bla. Ezért a vóban egy. Egy balanszról szól, egy kapcsolatról a képességei között, és ezt fogom nektek megmutatni az elkövetkezendő képsorokban, hogy hogyan értelmezzük a kapcsolatot és ezt a balanszot a képességei között. És ettől válik most már a Vóban mondhatni damage -essé. ez lesz, ami erőssé teszi, hogy egy kicsit jobban és gyorsabban öljön. És ehhez hozzátartozó modolásokat fogok mutatni, ehhez hozzátartozó modolást fogok mutatni, viszont ugyanúgy megmutatom azt az 5 éves modolást is, ami még mindig ugyanolyan jó, és ugyanúgy teszi a dolgát, és a Vóbannak WoW semmi más dolga nincs, csak, csak dobálja a Bastille-t. Érted? Tehát, hogyha beviszek egy vóban WoW magammal a küldetésbe, dobáld a Bastille-t, nem érdekel a többi képességed, mert akármilyen másik warframe vagyok, én azt gyorsabban megoldom, mint a vóban. WoW a vóbannak időmig ledobálja a képességeit, mire azok beprokkolják a státuszt, mire akkor elkezd ölni, miközben, mit tudom én, viszek egy mostanában egy embert például, vagy, vagy, vagy Equinoxot, két, két Equinoxot viszek magammal, és, és, és megvan oldva a dolog. Nem kell, hogy a vóban devigyelj. Nem nem csinálj semmit, csak dobálja a bastilt. Ez a vóban igazi lényeget. Dobáld a bastilt. Szóval, ja, kapott képességeket, korrekt és rendben van ez, a, ez, a, ez az átdolgozás, viszont ez nem fogja visszaadni a Vóbannak a népszerűségét egyáltalán. Igen lehetne csinálni egy szóló adaptation umbra uh, pöcsön, vóbant, hogy azt a ott keményen gyúrjuk jó rá erőre, mindenre szerintem fölösleges, mert van egy umbra inaroszat, van egy umbra excalibur, van egy umbra nidusod van egy umbra valkirod, van egy umbra rínod, uh, van egy uh, van egy visped, van egy korád, van mi, minden másod van, és fölösleges a vóbanból is csinálni egy umbra pöcsön, 300%-os a faszom árkén, uh, izét uh, karaktert. Nem. Vóban még mindig a tömegkontroll karakter. Nem lesz népszerű. A vóban <sínt> mániások szeretni fogják, és azoknak lesz umbra vóbanjuk, de ennyi. Ennyi lesz a vóbantól. Ennyi, ennyit lehet elvárni, hogy őszinte legyek. Úgyhogy ja, most jöjjön egy kicsit a simulakrom és, és figyeljétek meg, hogy mit értek én vóban erőssége alatt. Jöjjenek Vóban képességei, és mire uh, mielőtt még belevágnánk ebbe az egészbe, kicsit szeretném megmutatni uh, a modalásokat, amit létrehoztam. Uh, Oly szinten mondhatni, hogy jóra sikerült a Vóbannak az átalakítása, hogy nagyon nem is kellett törődni a modalással. Uh, megint csak ezerféle modalást úgy csinálod, hogy akarod. Én uh, jó magam részéről megtartottam a legősibb, legrégibb uh, modelást, amit még annó rédekre vitte az ember, sok range sok evektivitása arra való, hogy a bastille dobáljuk le, ugye a Bastille jelen pillanatban az ultia lett, és a bastil dobálására van semmi más arra, hogy feltartsd az enemiket, és hogyha le akarod egyszerűsíteni a vóban semmi másra, csak erre, azóta, amióta a Vóban megjelent, ez a második átalakítása neki, update és még mindig basztil képes, tehát, hogy még mindig elég, ha csak arra használod, és az egész csapatodat olyan szinten ki tud segítenem, hogy semmi másik crowd control képességű Warframe nem tud e, ilyen téren. A következő modolásra némileg alakítottam, tehát konkrétan az a némileg beleraktam egy Vitality-t, tehát, hogy e, így, 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 így álljunk, semmi nagyon e, extra felemeltem az erőt 208 környékére, az algoritmus Six azért, mert nincs igazán szüksége többre, hogy őszinte legyek. És ez a két modolás, magasabb tömegkontroll feláldozva a damage-et, de tömegkontroll a köbön című történet, és 200%-os körüli damage csak, mert a 300%-os egy idő után már így is úgy is kifogysz a, a damage-ből, amit okozni tud, és a képességei átveszik a inkább a tömegszabályozást e, fogják átvenni a képességei. Szóval e, akármilyen nagyot sebez, akármelyik képessége, eljön az a szint, ahol vóban a tömegszabályozásra fog fókuszálni semmint a damage dealre, mert még mindig nem az a damage dealer. Én ezért előszeretettel ajánlom inkább, és ez nulla formából kijön, ha még leformázod, akkor még op teheted, ha szeretnéd. Ezért javaslom legnőbb szeretettel ezt a madalást, de hogy szemléltessem a képességeit, illetve esetlegesen annak erejüket, így aztán ezt a modolást fogom használni. Első képesség, hölgyeim és uraim, az első képesség totál haszna vehetetlen, kellene legyen. Viszont abban azt kell megérteni, hogy a képességei kapcsolatban állnak egymással, és egymást erősítik, és azon kívül, hogy egymást erősítik. Téged, erősítek, illetve a fegyvereidet. Tegyük fel konkrétan, hogyha a kardotban van egy Condition overload, és mindjárt megmutatom a kardon modulását. Uh, egyes képesség miért hasznos? Mert státuszt ad. Tehát megkapják az elektromos státuszt, az egyel több státusz a Condition Overload számára. És amint a Condition Overload ugye bekapcsol minden státusra, több 120%-os damage ad, és Sekura Lekta, még nem mondhatnám, hogy az egyik legópébb, ugye, milli fegyver, van benne nekem egy Weeping Wounds, Condition Overload, és Punctures lesz Radiation vár. Amit ezek a státuszok -ok beprokkolnak, a Condition Overload nagyon nagy damage boostot tud majd adni. Szóval a Voban képessége, majd az, az összes képessége arra van, és úgy van kitalálva a tömegszabályozás mellett most, hogy elősegítse a hatékonyabb írtást a fegyvereiddel, és ezen felül a karddal elképesztő módon csinálja ezt. Szóval, jep, még egyszer, egyes képesség, bekapcsol, időtől függően lesz az időtartó, az egyes képességnek lesz négy golyócskád, rátapadnak az enemikre, megrázzák őket, adnak neki egy státuszt, és kiírtad őket, ahogy illik, annak módja szerint. Szóval, ja. Így, így, így állnánk, hölgyeim és uraim. És ugye megfelelő esetleg fókusziskolával használva nem tűnik el azonos a, a, a szorzód, a kombó szorzód, ezáltal a Weeping Wounds még nagyobb státuszt ok okoz, és a többi, és a több. Egy kapcsolat van, a vóban képességei között. Kettes képessége, és azért mutatom olyan enemik ellen, amelyiknek élete van, mert úgy gondolom a vóban legnőbb erőssége az infested. Minden más enemi, ami lő rá, az nem feltétlenül a vóban erőssége, sajnálatos módon. Nem nőn tud velük elbánni, kivéve, hogy egy csapat van körülött, amelyik meg tudja védeni. Tehát mondjuk van egy hero, és ad neki haltatlanságot, hogy be tudja menni a tömegbe, bedobálja, amit oda kell, a tömegkontroll bogyóit, és, és uh, akkor működni fog. Na, hogy megmutassa az egyik képességet, ez a overdrive fasság, vagy nem tudom miért csinálták ezt, meg ezt nem tudom mikor akarják abba hagyni, hogy a wow ilyen troll képességeket adjon, hogy őszinte legyek, de igen. Szóval minél nagyobb erőre húzod, annál nagyobb gyorsaságot fogsz elérni. Full haszna mehetetlen. A következő, ez az Overdriver, és talán ezt így érdemes megmutatni. Ez kérem szépen egy damage boostot ad. Szóval, hogyha most megnézitek 3000 valamennyi dílel golyonként a, a, mi Prisma Gorgonom, és 200%-os erővel kapsz egy 52%-os 50 50%-os damage boostot, és akkor most már Ennyi délel. És elég gyorsan ki lehet írteni az enemit. Hogy ezt igazán jól szemléltessem, tudom, és hogy milyen enemivel tudom nektek ezt megmutatni. Kérem szépen, uh, hogy ez igazán szemléltet, uh, szemléltető legyen: Clear Kill Enemies. Uh, hát azért talán nem az eximus hanem a Heavy gunner szóval úgy, és ugye most nincs semmilyen buff bekapcsolva, és az enemiknek a testére lövök, mert van egy argonszkópom, szóval az enemi testére lövök, látjátok azt a azt a nagyon kicsi számot, amit egy 160-as enemi fel tud fogni. És hogyha megsorozom, akkor Ennyi, ennyik, ennyire viszi le egy 160-as eneminek az életét. Hogyha bekapcsolom ezt a bónusz képességet, akkor jó esetben egy tárból képes lenne leölni az enemit. Normális esetben megteszi. De mint látjátok, a számoknak már a mennyisége is nagyobb, és természetesen, hogy a korrozív hat eh, erre az egészre, az armorjukra annál nagyobb számokat fog kiírni. Szóval, ja. Ekkor a különbség látszik. Damage boost, éljen. Happy birthday. Bármikor újra kapcsolhatod, azért nem rossz. Ez társakra is hat, nem csak rád. Rátapad akármire a környéken. Ez a jó, a társak a range belül vannak akkor megkapják ők is ezt a, ezt a damage buffot. Szóval, következő és nem is rossz képesség, hogy őszinte legyek, talán nem a tether coil, mert az fölösleges, ez a fletchet orb, ez semmi nagyon extra, egy egész jó damage deal-elő kis gépfegyverecske, mondhatni így, öli az enemiket, de megint csak az igazi haszna azon van, hogy megadja azt a státuszt, amit ha megfokozol ugye a, a, kis elektromos golyóiddal az első képességgel, akkor az még egy státusz. És akkor ugye jöhet a kard. És, és a Condition Overdrive. Condition Overload. Szóval, ja, így el lehet ezt magyarázni. A, a Tether coil az egy teljesen használhatatlan képesség, mert, mindjárt azt is megmutatom, hogy miért, ugye, ezt kidobod, összegyűjt az enemiket, na no de a Tenom jobban tudja ezt csinálni, szóval a Tether Coil ebből a szempontból. Uh, úgyhogy, ja, ezt a képességet használjátok, hogyha a tenóktokban nincsen árkén, uh, ebből a szempontból én szerintem nem túl nagy szám és a végül jön a hármas képesség, egy igazi kincs ebből a szempontból a Vóban számára, de és, és szép, szép nagyon sebez, hogy őszinte legyek, 200%-os erővel már elég jó sebzés lehet elérni, a problémám vele egy kicsit macer, azt igen, jól láttátok, valóban egy 124 ezres, uh, damage-et, ez az egész uh, cusz, és gyorsan is működik. Szóval és ezek 160-os élettel rendelkező elemek, és megint csak azért mondom, szerintem a vóbannak az egyik legnagyobb erőssége az infested és az annak való írtása, és tömegszabása, főleg már ugye felé jönnek. Nagyon-nagyon uh, ez egy jó képesség, helyén való, végre adtak a vóbannak valami damage-et, féleséget tudjátok ebből a szempontból. Kicsit erőltetetnek gondolom, szerintem semmi baj nem volt a Vóban, Na szerintem a Vóbannak az első variánsával sem volt semmi baj az ég a világon. És, és, ez a módosítás sem semmi más, csak egy, kicsit a féle halott próbálkozás, hogy népszerűbbé tegyék a karaktert. Szóval, ja, ez, 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 ez lenne a hármas képesség. Happy Days. Uh, elég jól uh, tud sebezni. Na most a Ultiát uh, kérem szépen azt most megcsinálták a Bastélra, illetve a Vortexre együttesen Happy Days. Uh, mit lehet róla? A Bastél még mindig Bastél, a Vortex még mindig Vortex. Ha Bastilt akarunk használni, ugye ahhoz jól jön a, ma a maximális range, de persze minél több erőnk van, annál több enemit tud uh, feltartani. Uh, szóval ez a Vóban igazi erőssége. Lehet akárhány képessége, akármilyen, ezt senki nem tudja olyan jól csinálni, mint Vóban. Uh, úgyhogy, úgyhogy, ja, így állunk. Aztán a Bastil mostanában összeomlik egy uh, Vortexre, vagy te magad is hogyha úgy döntesz, hogy, hogy az enemiket Bastira rakod, te magad is ha hosszan lenyomod a négyest, egy vortexel összerántod az összes Bastilodat. És ugye figyeljtek meg, magnetikus státusz, oké, okay. erre rájön az egyes képesség, oké, okay. akkor erre rájön a hármas képesség, erre rájön a, 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 buffod, ami, a, a damage buffod, amit, amit tudsz okozni. Oké, akkor... És, akkor erre még belesétálsz, vagy elkezdesz rákardozni, vagy akármi, szóval így akarták ugye a vóban damage megoldani. Sok státussal a fegyvereknek az összhangjával, amit okozni tud. És, és a vóban, a vóban erőssé tud válni. Szóval, ja, ez, ez lenne ez lenne most a vóban, ezek a képesség, és így kell értelmezni, csapatnak, csapatnak hihetetlenül ö, hasznos. Tehát vóban csapat, csapat játék. Még egyszer megmutatom a modolásokat. Upgrade, ugye? Egyes modolás, én, én nálam valószínűleg ez. Nekem igazából nem a damage re van szükségem, hanem a status prokjára és a range-re, ahol tömeget tud szabályozni. Az egyik legjobb ebben. Ez egy Ős régi modolás, tehát régi, tehát talán a Constitution-t kicserélem uh, erre, és akkor még esetleg lesz uh, néhány helyem, hogy bedobjak valamit ős régi modolás, de működik. Repelling Bastille Augment mod, az visszalöki uh, az enemiket, és um, megnöveli a vortexnek az időtartomát de ez két augment egybe gyúrva igazából most már meg is növeli a vortexnek az időtartamát ha más vortexek kerülnek egymásba szóval ja és, és, csináltam ezt ami inkább arra van hogy ilyen alacsonyabb szinteken ahol a vóban mit tudom én egy szorti szintig ahol a vóban egyedül is el van nem kell hozzá szoros kommunikáció egy csapattól ott, ott úgy önmagában szólóban el legyen, de nem, nem vóban az, amit elszólózol 500 szintig, hanem, hanem vóban az, aki a csapatot kisegíti 500 szintig, hogy el tudjanak menni oda, mert hogy képes rá, egy ügyes vóban játékos képes fenntartani szobákat a, a, a és, és, és fenntartani az összes elemét. Tehát azért hatalmas különbség van a, a Bastil között, és Bastil között, hogyha azt a range bekapcsolod, tehát hatalmas range fogja fel uh, az enemiket. Szóval, és közel se jutnak, akit pedig nem fog fel a 40%-os erő, ugye azt elnök a fenébe, e, és most ezt 4 másodpercenként csinálja, és, és, és végtelenségig dobálhatod, Ugye, ha netán van egy Trinity körülötted, végtelenségig van energiád, és és emiatt sose fog elesni a, 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 csapat, mert a Vóban semmi más nem csinál, csak ezt. És, és hogyha a Vóban ezt csinálja, és el van látva energiával, akkor soha egy büdös enemi nem jut a közeledbe. Ez így tesztelve lett, uh, eh, csináltuk egy live, live 4000, es enemiknél, eh, ugye a Vóbannak a tömeg kontrollja mindent megakadályozott. Mindent megakadályozott De volt már részem Ilyen event ekkor is Ahol a, ahol a Digital Extreme Ilyen 9000 szintű enemiket csinált És a WoW-ban Ott is megoldotta Szóval ennyire A lényeg, hogy csapatban legyen Srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet Remélem hasznos volt Remélem tanultunk valami újat A következő Warframe videóig Iratkozz fel nyom rá a csengő jelecskére, jelentkezz a klámba, csatlakozz a Discord szerverünkhöz, és jó szórakozás, sziasztok!